Az Oktatási Minisztériumban fogadta Király András a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Liceum szülői csoportját. A felek a tanintézmény körüli visszás helyzet orvoslási lehetőségeiről egyeztettek. A Tanügyminisztérium bukaresti központi épületében tárgyalt a Római Katolikus Teológiai Liceum szülői csoportja Király András oktatási államtitkárral. A szülők szerint ugyanis a tanintézmény körüli botrány már országos méretűvé nőtte ki magát, úgy vélik a minisztérium illetékesei jobb belátásra bírhatnák a Maros megyei tanfelügyelőséget, hogy elfogadja és a jövő tanévre is a 2015-ös évi iskolahálózatot tartsa fenn, amelyben szerepel a Római Katolikus Teológiai Liceum is. A mintegy két órás tárgyalás után a szülők nem túl bizakodóak. Érdekes módon megoldási lehetőség mindig a másik térfelen van. Úgyhogy mi azért jöttünk ide, mert vannak olyan konkrét tények, amelyeket látunk, hogy a főtanfelügyelőség Marosvásárhelyen elkövetett az iskolánkkal szemben. Ezek konkrét törvénytelenségek, és ezekre kérünk orvoslást, illetve megoldást, nagyon gyors megoldást a minisztériumtól. Ehhez képest minimális segítséget kaptunk erre nézve. Leginkább azt a választ kaptuk, hogy a megoldás az a polgármesteri hivatal, illetve a város kezében van Marosvásárhelyen. A szülők egy memorandummal is készültek, amelyet az oktatási tárcának, a kormánynak és a parlamentnek is benyújtanak. Mi ebben mindenképpen kérjük, hogy a gyerekeink ebben az iskolában folytathassák tanulmányaikat. Kérjük, hogy Tamási Zsolt lehessen az igazgatónk. Őt nagyon elismerjük, nagyon sok mindent csinált az iskolájára, nagyon kompetens személynek tartjuk. Az iskolába járó gyerekek ezt az iskolát szeretik, ennek egy más szellemisége van. A mai találkozó a szülők szerint azt jelezte, hogy a szaktárca fenntartja a tanintézmény létjogosultságát mindaddig, amíg bírósági döntés nem mond ennek ellent. Hogy milyen bírósági döntés születik, az egy más történet lesz, egy más kérdés, de jelen pillanatban azon kell mindenki gondolkozzon, és úgy kell dolgozzon, hogy az iskola holnap után és azután is működni tudjon, és kapja meg a beiskolázási számokat. Az oktatási államtitkár híradóknak hangsúlyozta, a döntés egyértelműen a marosvásárhelyi városvezetés térfelén van.